Ezen a hétvégén is sokan indultak letenyen keresztül a horvát tengerpartra. A turisták egy részes tábunktól értesült arról, hogy a horvát hatóságok miként próbálják elejét venni az üdülőhelyeken a vírus elharapózásának. Egyebek mellett korlátozzák a rendezvényeken résztvevők számát, szabadtéri eseményeket pedig csak külön engedéllyel lehet szervezni. Horvátország egyelőre csak bizonyos országok felől szigorította a belépést, így például orosz és brit állampolgárok a védettségi igazolvány mellett csak negatív PCR-teszttel léphetik át a határt. A magyarokra ezek a szabályok egyelőre nem vonatkoznak. A turisztikai szakemberek szerint egyébként a klasszikus nyaralás közben a korlátozásokat nem is lehet észrevenni. A szakemberek szerint egyébként azok a helyek, ahova az irodák szerveznek utakat, teljesen biztonságosak. No, mi már elkezdtük itt a beszélgetést, kis Robert Riáda, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Azt egy gyorsan tegyük hozzá, hogy akik az elmúlt napokban látták ezt a, vagy több ilyen cikket láttak, de nem olvasták el a cikket, csak a címet olvasták el, hogy újabb szigorítások Horvátországban. Alapvetően ugye ez a, a, a közösségi programokra többek között például a koncertek és a koncertek látogatottságának a korlátozására vonatkozik, nem pedig az, hogy hogyan mehetünk nyaralni. Jó reggelt kívánok minden kedves nézőnek! Igen, tehát a szigorítások, a szolgáltatások igénybevételének módját szabályozzák, ezen kívül pedig bizonyos országoknál, Egyesült Királyság, Oroszország már a vélettségi igazolás sem elegendő, hanem akkor is kell negatív PCR-tesztet produkálni ahhoz, hogy valaki be tudjon lépni, hogyha van egyébként oltása. Ez most jelen pillanatban még a magyar állampolgárokra nem vonatkozik, tehát most elvileg még, hogyha igazoljuk azt, hogy megkaptuk az oltásokat, tehát elviszük azt a kis szertét, vagy esetleg van uniós igazolásunk, akkor be tudunk menni. Minden esetre ez azt mutatja, hogyha attól függetlenül valaki útnak indul, azért legyen felkészült, készüljünk fel mindig arra, hogy ha adott esetben el akar menni egy most koncertre vagy bármire, akkor nem biztos, hogy azt meg fogja tudni tenni, hogyha ezzel együtt tud valaki élni, akkor azt gondolom, hogy figyelmes utazó. Most meg július írunk, de hogyan készüljünk az augusztusra? Nyaralás szempontjából, ugye Emiliával mi is ezt említettük, hogy ezért itt még lehetnek jó nagy csavarok, és beszéljünk egy kicsit arról is, hogy az árak nem csak Magyarországon, például a Balatonon szálltak el, hanem például Horvátországban, Olaszországban, Görögországban. Ha a statisztikát jól olvastam, akkor mondjuk Törökországban a legkevésbé. Oda is nagyon szeretünk utazni. Törökországban is szeretünk utazni, egyébként viszonylag kényelmesen meg is tudjuk ezt tenni a külön járatógépes segítségevel. Ráadásul ott 18 év alatti gyermekünk is velünk jöhet, hogyha van védettségi igazolásunk, tehát ebből a szempontból talán még egyszerűbb az életünk, mert nagyon sok más országban 12 vagy épességgel 6 év az életkori határ, és afölött már kell negatív PCR-teszt vagy védettségi igazolás. Tehát azt gondolom, hogy Valóban Törökországból azért hiányoznak az orosz turisták, a német turisták jelentős mértékben, úgyhogy ott még viszonylag normálisak az árak ahhoz képest, hogy egyébként mondjuk 5 évvel ezelőtt ott is jelentősen felmentek az árak, az ultraolinkozív szállodák annyira népszerűvé váltak, hogy ott egy komoly drágulás azért volt. Most viszont tényleg azt látjuk, hogy ott annyira egy törökországi utazás nem drágult meg. A különjáratú gépek esetében azért az utazási irodák kínálata azt szerintem még... még Viszonylag, viszonylag elérhető, és lehet így fogalmazni, hogy nincsen túl sok, túl nagy drágulás, viszont ha valaki egyénileg foglal, akkor azt látjuk, hogy most már az augusztusi időszakra bizony borsosáron tud a foglalási portálok adatai szerint szobát foglalni. Horvátországba, Görögországba sorolhatnám tovább általában azt láthatjuk, hogy drágulás van. Egyébként az alapanyagok is drágultak, bizonyos szolgáltatások is drágultak, és ne felejtsük el azt is, hogy be kell árazni az egészségügyi intézkedéseket is. Tehát az, hogy feltétlenítőt veszek, az, hogy kétszer kitakarítatom pluszban a szobát, az, hogy mindenhol legyen megfelelő előírásoknak megfelelő különböző vegyszer, tehát ezek bizony megnövelték az átlagos szobárakat, úgyhogy nem csak a, az utazáskor, hanem általában szinte az élet legtöbb területén az idegenforgalomhoz kapcsolódóan ezt észrevehetjük. Igen, de közben azt is látjuk, hogy azért az utazási kedvet annyira nem vette el semmi. Sem a Covid, sem pedig ugye a drágulás. Ha azt nézzük, hogy tavaly viszonylag későn lehetett egyáltalán nyitni, és emiatt azt tudtuk, talán csak, hogy megrohantuk a Balaton partot. Most már korábban tudtuk azt, hogy nyáron azért valószínűleg utazhatunk. Két évig mindenki, aki egyébként imád utazni, és erre áldoz szívesen a pénzéből, hogy azért a szabadidejét úgy töltse el, hogy egy kicsit regenerálódjon, feltöltődjön, azért az most azt mondta, hogy már pedig akkor én utazni fogok, tehát ez azért jelentkezik a számokban. Bár hogyha abszolút értelemben nézzük, akkor azért egyik esetben sem, tehát a görögországi, horvátországi esetben sem valószínű, hogy a magyar turisták száma el fogja ér azt, amit a Covid előtt azért legyünk realisták, és ez minden az kivéve a belföldi turizmust, belföldet illetően azért júliusban, augusztusban tényleg hozzuk a jó számokat, és itt viszonylag jó foglalási büszkelkedhetünk. büszkélkedhetünk. Mire számítsunk augusztusban? Nem véletlenül kérdeztem ezt. Az, hogy most egészségügyi szakemberek óva intenek, hogy a sokak által látogatott tengerpartokat látogassuk, inkább maradjunk itthon, tehát hogyan készüljünk az augusztusra, és talán mondhatjuk azt, hogy a szeptemberre, amikor is már azt mondják, hogy ezért a negyedik hullám így, úgy, amúgy, de azért mégiscsak várható. A legfontosabb az, hogy amikor utazunk, akkor készüljünk fel arra, hogy bizony lehetnek változások a szabályokban, a helyi szabályokban, az utazási szabályokban. Tehát Sokszor elmeséltem már azt a példát, hogy előfordult az, hogy valaki pénteken vette egy repülőjegyet, vasárnap jött a szigorítás, hétfőn nem tudott felszállni a repülőgépre, mert negatív PCR-teszt kellett volna. De tudjuk jól azt is, hogy Horvátország esetében is az egyik pillanatban úgy tűnt még, talán hat napig, egy hétig, hogy elegendő lesz majd a régi módon bemutatni a személyigazolványunkat, és már is mehetünk, és tudjuk, hogy utána rögtön visszaszigorítottak. Tehát ebből a szempontból ezzel együtt kell élni, hogy változhatnak a szabályok, és akár a helyi szolgáltatásoknak az igénybevételét is korlátozhatják, ha elmegyünk egy adott országban. És nem utolsó sorban nagyon figyelni kell, hogy hova, mire van szükség. Mondok egy példát az egyik repülőgépre végül is nagy nehézségek állam, valahogy megoldotta az egyik kis vörösöm, de alig engedték fel, mert az applikáció visszaigazolása nem érkezett vissza. Tehát nagyon sok helyen regisztrálni kell. Ha elmegyünk Görögországba, lassan jön a regisztráció visszaigazolása. Nem elegendő az, ha írtál nézve kapunk a reptéren, hogy na akkor ezt ki kell töltenem. Nagyon sok helyen formanyomtatványokat kell kitölteni, regisztrálni kell az utazás előtt, ezt nem szabad elmulasztani. Legyen mindig nálunk hogy a különböző igazolásra, a védettségekről. Tehát azt gondolom, hogy most erre fel kell készülni a foglalás pillanatában is, és az utazás előtt is meg kell nézni, hogy van-e még szükség valami másra, változtak-e a szabályok. Tehát ilyen értelemben nem véletlen az, hogy az utazási irodáknak a szerepe nőtt, és most egyre többen azt mondják, hogy én inkább befizetek valahol egy utat, és mindig hívjanak föl telefonon, hogy mit kell csinálnom, mert nagyjából a biztonságom, meg az életem, meg a nyugalmam azért az rendkívül fontos. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Fontos dolgokat beszéltünk, de tényleg ez a naprakész kész információ, ez most nagyon-nagyon-nagyon fontos.